Sziasztok! Az Access Point e-heti adásában a Smart Home témakörével fogunk foglalkozni. A környezet új, nem véletlenül, ez sokkal jobban fekszik a Smart Home-nak. Egy otthon, ami tulajdonképpen az Access Point-nak a laborja, az összes Access Point által forgalmazott okos otthon termék ebben a házban kerül kipróbálásra, tesztelésre. Ezért is választottuk ezt a helyszínt a videó sorozatunknak a helyszínéül. De egy kicsit a történelemről. Az Access Point Kft. 2003-ban alapult. Akkor még elsősorban vezeték nélküli átviteli technológiákat forgalmaztunk, valamint ezeket támogattuk műszakilag. Később kibővítettük mindezt passzív hálózati elemekkel, és 2020-ban éreztük azt, hogy eljött az idő arra, hogy még egy újabb területre betegyük a lábunkat, és ez pedig a Smart Home. 2020 első negyed évében már megjelentek a portfóliónkban több ismert Smart Home gyártó termékei. Még mindig gyerekcipőben járunk ezen a téren, de várhatóan ez nagy változás elé néz a jövőben, ezért tettük le a voksunkat emellett. Ha már letettük a voksunkat, akkor a videós csatornánkat, a marketing aktivitásunkat is elfordítjuk ebbe az irányba, és szeretnénk minden hónapban egy részt a Smart Home világának, technológiáinak, termékeinek szentelni. Kérlek, jelezzetek, hogy tetszik-e ez az irány, dislike-okkal, like-okkal, főleg kommentekkel, tudassátok velünk, hogy jó ez az irány. Ebben az adásban egy Smart Home központtal fogunk kezdeni, vágjunk is bele! De még mielőtt belevágunk a mai videónk tárgyának boncolgatásába, egy kis kitekintést, egy kis kitérőt tegyünk meg a Smart Home világába, amivel, hogyha valaki is találkozott, érdeklődött iránta, akkor valószínűleg azt a következtetést leszűrte, hogy ez egy elég nagy katyva a jelen pillanatban. Rengeteg gyártó, rengeteg kiegészítője, rengeteg kommunikációs metodikán, platformon, protokollt bevetve, próbál egy egységes kommunikációt létrehozni, amivel tulajdonképpen a Smart Home mint cél megvalósul. Vannak különböző gyártók, régiek és újak. A régiek azok jellemzően úgy épülnek föl, hogy központot is, és mindenféle célra kiegészítőket kínálnak. Vannak olyan gyártók, akik csak mondjuk egy szeletet, mondjuk az okos világítást emelik ki, és ahhoz gyártanak mindenféle kiegészítőt, és természetesen központot, hubot. És nagyon sokszor azt lehet tapasztalni, hogy ezek nem kommunikálnak egymással. Vagy ha mégis, akkor is valamiféle korlátozottság az benne lesz a választásunkba. Ha elmegyünk egy adott gyártó központja felé, akkor az lehet, hogy még az egyik okos világítási rendszert, teszem azt a Philips Hue-t, ami egy elég átfogó és ismert platform, és nagyon sok helyen támogatják, esetleg azt támogatni fogja, de hogyha egy új feltörekvő gyártónak a világítási rendszerét is szeretném bevonni, mert mondjuk annak vannak olcsó kültéri megoldásai, kültéri LED szalagjai esetleg, akkor azt már nem fogom tudni megtenni, mert azt a gyártót viszont már nem támogatja az adott korábban beszerzett okos otthon központ fejlesztő. És pont erre a töredezettségre, szabdaltságra ad egy választ a Homey központ, a fejlesztője az Atom. Kétféle változatban érhető el, ez pedig a normál Homey és a Homey Pro. Lényegében csak CPU-ban és memóriában térnek el, a legfontosabb dolgokban azonosak, és ezek pedig a számtalan rádiós interfész magukba foglalása. De még ezek előtt egy picit beszéljünk magáról a dizájnról. Ez a termék alapvetően arra lett tervezve, hogy az okos otthonunk, az otthonunk a házunk közepén helyezzük el, ne pedig egy fiókba, egy szekrénybe, egy tévé mögött, mégpedig azért, mert több funkciója azt követeli meg, hogy tegyük az előtérbe. Például van benne egy hangszóró. A hangszóróval üdvözölni tud minket, vagy hangjelzéseket tud adni, akár csengőként is funkcionálhat. De van helyet kapott benne, és ez már egy interfész, egy infraadó vevő. Ez tulajdonképpen tévét tud kikapcsolni, meg bekapcsolni. Itt is ugye nagyon fontos, hogy központi helyen legyen, ne pedig egy fiókba, szekrénybe, vagy egy rekszekrénybe hátul a tárolóban.
És azzal, hogy ez az eszköz bekéreckedik az otthonunk közepébe, tulajdonképpen sokkal megbízhatóbb lefedettséget is fog az általa felvonultatott rádiós technológiáknak biztosítani, mert középen lesz a nappaliba. Jellemzően a nappali köré szerveződik minden ház és lakás. Ebből adódóan ennek a terméknek ott van a helye. A könnyű elhelyezhetőséget elősegíti az, hogy Wi-Fi technológián keresztül kapcsolódik az IP hálózatunkra. És az interfészekről akkor kezdjünk el egy kicsit, ha már itt tartunk beszélni. Tartalmaz Zigbee rádiót, ez a 2,4 GHz-es IoT kommunikációs platform, az egyik legelterjedtebb. Ennek az egyik ellenfele a Z-Wave, ezt is támogatja. Van benne az előbb említett infraadó vevő, van benne 433-as rádió, ezekkel például jellemzően egyszerű rádióvezérelt mondjuk redőnyöket tudunk munkára bírni. Tartalmaz Bluetooth rádiót és digitális 868 MHz-es rádiót is. Azért láthatjátok, hogy ilyen sokoldalú okosotthon központ általában nem létezik, legalábbis nem olyan, amit a polcról leveszünk és beüzemelünk. És azon kívül, hogy próbáltak egy okosotthon svájci bicskát létrehozni a fejlesztők, ezen kívül egy teljesen más megközelítést a szoftveres oldalon is láthatunk. Ez pedig az, hogy mobile first. Tehát az összes paraméterezést, az összes beállítást, az összes automatizmust, az összes eszköz kapcsolását, azt mobilon keresztül tudjuk megoldani. Nincs szükségünk széles képernyőre és webes felületekre, ahol ezeket a bonyolult dolgokat mind megoldhatjuk, hanem a koncepció az volt, hogy legyen ez minél egyszerűbb. Egyszerűsítsük le a smart home-ot. Legyen egy olyan központ, ami lehetőleg kb. Mindennel kommunikál, bármit is akarunk ráaggatni, és ezután pedig a programozása is gyerekjáték legyen lehetőleg, hogy elhozzuk a smart home-ot a tömegeknek. De mégis hogyan fog kommunikálni számtalan gyártó eszközével a központ? Mert a gyártó hirdeti büszkén, hogy több mint 100 gyártó termékeivel, méghozzá több mint 50 ezer féle kiegészítővel kompatibilis. Ez az egy eszköz. Ez úgy valósulhat meg, hogy a smartphone-okból, tehát az okos telefonokból ismert app telepítési metodikát választották. Tehát, hogyha megveszünk a központunkat, hozzákapcsoljuk az accountunkhoz, utána a következő dolgunk az lesz, hogyha szeretnénk hozzá csatlakoztatni egy akármilyen gyártónak is a termékét, akkor az adott gyártó applikációját kell letöltsük és telepítsük az okos otthonunkra, okos otthon központunkra. Ezáltal megnyílik az út, mert kompatibilissé tettük a központunkat az adott gyártó kiegészítőivel. Hogy a teljesség igényei nélkül párat említsünk, ebbe beletartozik a Philips Hue. Akár a Philips Hue Hubon keresztül is képes, IP-n létrehozott kapcsolaton keresztül kommunikálni a végeszközökkel, de közvetlenül a Philips Hue izzókat, LED-szalagokat közvetlenül is tudja vezérelni, nem kell hozzá hub, ha esetleg erre lenne igényünk. Akkor ott vannak az inner okos világítás megoldásai, ott vannak az Xiaomi Aquara kiegészítői, ott vannak a Z-Wave-es Cubino, AeoTech, Fibaro modulok támogatása. De a gyártókon egy kicsit lépjünk túl. Az a nagyszerű benne, hogy mivel hogy egy svájci bicska koncepciót dolgoztak ki, nagyon sok olyan okos otthon programozót bevonzottak, mert hogy itt jön a képbe az, hogy ezt a sokféle támogatást nem a gyártó adja meg, hanem adott egy nyílt platformot a szoftverfejlesztők kezébe, és nagyon sokan belevágtak a saját céljuk érdekében egyébként jellemzően, hogy a saját okos otthonuk kiegészítőit kompatibilissé tegyék, majd ezeket az appokat publikálva az egész közösség élvezhette az előnyeit ezeknek a fejlesztéseknek. De a gyártókon túlmenően olyan applikációk is lefejlesztésre kerültek, ami például azt a lehetőséget adja meg nekünk, hogy akár a magyar ünnepnapokat figyelembe véve tudjunk automatizációkat programozni. Akár a környező és elérhető levegő minőség indexeket megtudhatjuk
Mert ezek webes alkalmazások jellemzően, interneten keresztül rendelkezésre az információ, hogy adott lokáció milyen minőségű a levegő. Erre is fejlesztettek egy applikációt, és innentől fogva azt is tudhatjuk, hogy milyen a levegő minőség körülöttünk, ha telepítjük a vonatkozó applikációt. Ugyanígy értelemszerűen az időjárás jelentés sem maradhat ki, többféle időjárás jelentés előrejelző platformot támogat, de ami egy kicsit bonyolultabb ennél, és itt már visszatérhetünk a termékekhez, amiket támogat, ugye van kamerafunkcionalitás az eszközben, és egy plusz applikáció telepítésével arra is lehetőségünk nyílhat, hogy akár a képeken, amiket az adott kameráink rögzítenek, ez az okos otthon központ mondjuk rendszámfelismerést végezzen el, és ennek alapján nyissa ki a kaput, ha jön egy autó. Esetleg arcfelismerést. Tehát ha belép a lányunk, a fiunk a lakásba, akkor a nevén szólítva tudja üdvözölni őket. Na ezek azok a érdekes extrák, amik miatt mindenképp kiemeli a mezőnyből ezt az okos otthon központot a fejlesztői közösség. Ez a smart home, amiben a jelen adást felvesszük, ez is ezt az okos otthon központot használja. Itt is rengeteg gyártó eszközeit hoztuk össze, és pont azért, hogy letesztelhessük azt, hogy mely termékek forgalmazásába érdemes időt és pénzt áldoznunk, és nem mellesleg az egész okos otthon portfóliót úgy akarjuk felépíteni az Access Point-ban, hogy lehetőleg e köré a központ köré csoportosuljanak, és komplett megoldást nyújthassunk egy ház vagy lakás okosítása során. Éppen ezért Zigbee és Z-Wave kiegészítők tömkelegét telepítettük le, valamint nem egy Wi-Fi-s külső megoldást, ami szintén kommunikál IP-n a központtal, és tulajdonképpen ezzel integrálódnak egy intelligencia alá. Sorozatunk következő adásaiban ezen gyártók egyes termékeit fogjuk nektek bemutatni, méghozzá az okos otthon központunk segítségével. Az adások arra fognak fókuszálni elsősorban, hogy hogyan lehet összehangolni ezt a sok gyártót úgy, hogy ezek szépen együttműködjenek, és megvalósítsák azt a smart home-ot, amire a felhasználók vágyhatnak. Iratkozzatok fel a csatornánkra, ne felejtsétek el megnyomni a csengőgombot, egy hét múlva találkozunk. Sziasztok!